Pénteken 7, szombaton közel 40 esetben avatkoztak be a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A legtöbb esetben úttestre dőlt fákat kellett kézi erővel és motoros láncfűrésszel eltávolítani. Így Besenyődnél, Balkány és Szakoly, Fehérgyarmat és Tivadar, Nyiradony és Balkány, Napkor is Apagy, Gégény és Dombrát között, Penyigén, valamint Ófehértó és Levelek között a sínekre, Balkányban és Ófehértón villanyvezetékekre dőlt fa. A viharkárok mellett tűzesetek is keletkeztek az elmúlt hétvégén, mondta el a katasztrófa védelem vármegyei szóvivője. Nyíregyházán az Előd és a Csaba utca sarkán leszakadt egy villanyvezeték, és meggyújtotta az alatta lévő növényzetet. Nyíregyházán a Hímes utcában családi ház kéményébe csapott a villám, emiatt a konyhában lévő gázvezeték kigyulladt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a gázt kizárták, a tüzet gyorssugárral eloltották. Mária Pucson közel 20 ingatlant károsított a vihar. A viharos erejű szél épületek tetőszerkezetét rongálta meg, valamint fákat borított rájuk. A beavatkozó tűzoltók az önkormányzat által biztosított fólia segítségével a tetőszerkezetek ideiglenes helyreállítását végezték el. Egy családi ház tűzfala megdőlt, az elektromos bekötővezeték tartotta, emiatt 6 ember lakosságvédelmi intézkedés keretében került elhelyezésre. Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes úgy fogalmazott, éves szinten általában 1 tucat alatti esetszámról beszélhetünk az otthonokba csapó villámok számát illetően. Összességében a viharok számától függően történik az ilyen villámbecsapódási tevékenység. Mi jellemzően 1 tucat alatt van egy esztendőben, hogy ilyen jellegű káresethez kell, hogy kivonuljanak a tűzoltók. Amire föl szeretnénk hívni a figyelmet, zivatar, villámtevékenység esetén az állampolgárok sok felületen tudnak most már tájékozódni, hogy milyen meteorológiai események, esetleges riasztások vannak most bevezetve, ennek megfelelően tudnak felkészülni az ilyen villám tevékenységre is. A tűzoltó alezredes hangsúlyozta, az országos tűzvédelmi szabályzat pontosan rögzíti, hogy mely épületekre kell villámvédelmi berendezést elhelyezni, és ezeket a katasztrófa védelem rendszeresen ellenőrzi. Az ingatlan biztosító társaságokkal kötött szerződések általában 2 fajtát, elsődleges és másodlagos villámkárt különböztetnek meg, nyilatkozta Kulcsár Viktória biztosítási szakember. A legfontosabb, hogy minél hamarabb vegyük fel a biztosítónkkal a kapcsolatot. Ugye villámcsapást követően kötelesek vagyunk a kárt enyhíteni. Ez azt jelenti, hogy a keletkezett károkat úgy kell helyreállítanunk, hogy azok már ne okozzanak több gondot. Például ugye, ha a villámcsapás következtében akár egy tetőszerkezet is megrongálódik, akkor meg kell akadályoznunk azt, hogy ez már beázáshoz vezessen. Szinte minden biztosító szolgáltatást nyújt a viharkárokra, illetve a villámcsapás okozta károkra. Ezeknek van ugye egy elsődleges és egy másodlagos hatása. Az, hogy milyen alapján történik a kifizetés, ez mindig a biztosítási feltételünkben van benne, és az adott biztosítási szerződés vonatkozik arra, hogy a mi esetünkben miként és hogyan fog téríteni a biztosító. A szakember hozzátette, a családi ház és lakásbiztosítások esetében a villámhárító berendezés nem kötelező, de ajánlott.